Mézesvölgyi nyár, Veresegyházon erről fogunk beszélgetni. Két vendégünk is van, Balázs Andrea színművész és Mennyiges Sándor, a Veresegy Színház igazgatója. Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt! Köszönjük. Jó reggelt! Na hát milyen lesz ez a Mézesvölgyi nyár? Meséljetek róla. Hát ez már van. Már az első három előadás. Igen, pont. Elfelejtettem, hogy hanyadik van ez. Az első három előadás az már megvolt, és van még 15 hátra. Hát ez... van egy 1361 fős nézőterünk, és Veresegyházon 20 kilométerre Budapesttől, és vannak előadások, amelyeket úgy tűnik, hogy nagyon szeretnek a veresiek, a környékbeliek, és egyre inkább a budapestiek is. Van saját, a Veresegy Színház szervezésében történik ez a fesztivál, vannak saját előadásaink, illetve három, illetve másik 15-öt pedig hívunk mindenfélét, koncertet, színházi előadást, zenés, prózait, elegyest. Na, Andi, hát akkor neked ebből a sok-sok darabból mennyiben sikerült berakni magad? Tehát így bekúszni. Mennyibe fúrtad be magad, kérdezi Robi tulajdonképpen. Én gyerekek, akarok szerepelni mindegyikbe. Veresegy Színházban mutattuk be a csoportterápiát januárban, és a csoportterápia előadásunk az most lesz vasárnap, és a Mézga családban, ahol pedig Paulát alakítom, az pedig augusztusban, de én mint néző is voltam már a Mézesvölgyi nyáron, nem, az a Budapest Bár koncert volt most nemrég, úgyhogy én mint néző is kipróbáltam a nézőteret, és én állíthatom, hogy nagyon kényelmes, és nagyon jól lehet minden onnan látni és hallani, tehát tényleg jó szívvel ajánlom mindenkinek. Mi azért imádjuk ezt a blokkot egyébként a Starton belül, mert úgy hívják, képzeljétek el, hogy Start Plus, ugye itt általában a kultúrával kapcsolatosan, mert millió fesztivál, koncert és színházi produkcióról beszélünk, és azt vettük észre, hogy szerencsére a szabadtéri színházak, a kőszínházaknak a sikere az töretlenül emelkedik a fölfelé. Akkor ezek szerint ezt tapasztaljátok ti is ott Veresegyházán? Hát igen, igen. Ezen a fesztiválon, ez a harmadik egyébként, hát oda nem, mennyi ember, atya ég. Ezen tavaly 16 ezeren voltak, hát most is valahogy így számoljuk, hogy körülbelül ennyi nézőt várunk. Egyébként Veresegyházon tavaly, a Veresegy Színház előadásain, ez egy 18 ezeres város, 33 ezeren ültek. Tudom, hogy a matematika távol áll a színházi katarzistól, de azért megtőlünk ezeket is, a számokat érdemes tudatosítani ennek érdekében, hogy érdemes tovább csinálni, és hát úgy tűnik, hogy igen, innen köszönjük minden egyes nézőnek, hogy megtisztel minket a jelenlétével. Van olyan, aki például a csoportterápiát most nézi harmadjára, és csak azért jön a Mézesvölgyi nyára, mert most szabadtéren is meg akarja nézni, mert annyira szereti. Egy pici kulisszatitkot árulj el nekünk, Andi. A színész, amikor játszik egy kőszínházba, és azt mondják, hogy most egy szabadtéri előadást tesz, kérlek szépen, kicsit enged ki a hangot, kicsit a mimikádat erős is meg, tehát máshogy kell játszani ilyenkor. Alapvetően nem kell másképp játszani. Előtte van egy lejáró próba, ami rögtön be exponálja azt, hogy kell nekünk aznap este játszani, de semmit nem kell szabad túlzásba vinni, hiszen attól, hogy messzebb vannak, vagy esetleg nagyobb hang kell, az nagyon kellemesen meg lehet erősíteni minket mikroportokkal, kicsit lehet, hogy nagyobb táncokat fog igényelni, de alapvetően nem kell másképp játszani. Ennek meg kell találni az arányát. Inkább ez egy másik lélek a szabadtéren játszás egy színésznek, mert ugye sok mindenért aggódunk. Mert aggódunk azért is, hogy jól sikerüljön az előadás alapvetően, de azért is, hogy jaj, ne essen az eső, bizony. Jaj, ne, hogy megcsipi a szunnyal az orrom, miközben énekelek, tehát hogy másfajta. Igen? Mondod, hogy nagyon sok minden miatt aggódsz, de ennek ellenére, tehát van-e olyan, hogy hú, én kifejezetten sokkal jobban szeretem a szabadtéri előadásokat, mint a kőszínházit, vagy fordítva. Van-e benned ilyen, hogy melyiket szereted jobban? Mindig aznap, ahol játszom, azt szeretem a legjobban, aha, de alapvetően a Mézesvölgyi nyár azért izgalmas számomra, mert hogy ilyen szép nagy nézőtér előtt ritka, hogy az ember játszik. Mert a szabadtéri színpadok vagy nem ennyire jól felszereltek, és ennyire kiszolgálják a közönséget is. Úgyhogy ez abszolút egy izgalmas dolog. Akik esetleg ezt a két darabot nem látták, akár a Mézga családot, vagy a családterápiát, kicsit meséljetek nekünk erről, mert hát ugye a Mézga családról az a mindenkinek megvan, gyerekek, az a 60-as évek végén mutatta be a magyar televízió. Ne, később, nem? Is. Nem, hát 68 környékén? Több sorozat volt. Több sorozat. Igen, hát jó, több sorozat. De lényeg az, hogy nem most volt. Hát, hogy hogyan sikerül ezt átültetni ugye a színházi produkcióba, ahol még énekelnek is, ugye a dalolásznak, az biztos nem könnyű.
Kicsit a fogadtatásról mesélj nekünk. Hát majd a Mézga családról az Andi mesél. A csoportterápiáról azt tudom mondani, hogy ez a legújabb magyar musical, musical comedy, ahol az a nagy lelemény benne, hogy van 6 szereplő, és tulajdonképpen mindegyik egyfajta pszichológiai archetípus, és mindenki saját magára ismer a nézőtéren, illetve nem saját magára, hanem a mellette ülőre. Vagy ez pont olyan, mint a szomszédom, vagy az anyósom. És hát közben egy édes aranyos történet, tartalmas, és zseniális zenék vannak benne, és hát olyan színészek játsszák nálunk, mint... Mészáros Árpád Zsolt, Balázs Andrea, Pál Tamás, Zorge Lenikő, Dósa Mátyás, Molnár Gyöngyi, Gábor. Milyen cukik vagytok, hogy így felváltva? Igen, igen. Ezt gyakoroltuk el, de jó. Bakó Gábor akkor a egyébként az, hogy ezt elkészítsétek, ugye nyilván ez egy, mit mondtatok műfaj elnevezésében, musical comedy, tehát ez egy új valami, de önkéntelenül azért felmerül a kérdés, hogy az mennyire játszott közre ebben, hogy azért az elmúlt években ugye nagyon nagy sikere volt az ilyen típusú sorozatoknak, szerintem nem, hogy megemlítem a terápiának, hogy merítettetek onnan egyébként, hogy ezeket szemeláthatóan szeretik az emberek. Mindenképpen fontos volt az, hogy a közönségnek tessen, amit majd csinálunk, tehát valami olyasmit. Ezt a Csoportterápia című darabot nagyon sok helyen bemutatták már, és nagyon jó játék lehetőség ez egy színésznek, és a rendezőnek is egy jó lehetőség arra, hogy valami más csináljon, ami már volt esetleg belőle. Nem véletlenül fut ilyen sikerrel ez a darab, és igenis a téma az most egy nagyon, szeretünk most ezzel foglalkozni egyébként, szerintem, hogy egy kicsit úgy belemenni abba, hogy ki milyen és miért ilyen, és egy kicsit pszichológiailag ugye belemenni darab. És ez pontosan egy olyan darab, hogy viccesen átvezet zenésen, meg minden, de azért nagyon jó a tartalmi lényege, tehát az nagyon jól esik róla beszélni, igenis. Kit alakítasz ebben a darabban? Én vagyok benne Bordás Trixi, aki össze-vissza nagyokat mond, de közben a lelke nagyon, nagyon erősen megvan. Réhantás vagy? Kamuzol? Igen, ilyeneket mondok, hogy én vagyok a Helsinki Bizottság elnöke, meg ilyeneket. Tehát jó, el is hiszik? El is hiszik, igen. Tehát akkor hitelesen mondod. És meg is szólal benne az a lényeg, hogy annyira jól mondom, hogy már a végén én is elhiszem, és ettől én többnek érzem magam, és ez a legjobb, hogy mindenki csodál engem emiatt, és aztán kiderül, hogy a nő egy borzasztóan magányos, frusztrált nő, aki végre elmondhatja. Van egy olyan coming out-ja, amit hadd mondjak, egy akárhányszor látom, 10-20 nem tudom hányszor játszottuk, az nekem mindig borzongós. Igen. Na, az mi? De elmondod? Hát van, hát amikor elmondja, ki ő valójában. Magát, igen. Amikor végre nem mondja azt, olyan csend van, hogy így tényleg megáll minden, hihetetlen. Akkor gondolom egy ilyen dramatikusabb része. Az egy abszolút dramatikusabb része, igen. Darabnak. Az a nagyszájú, aki végig mindenkinek megmondja, hogy mit kéne csinálni, az egyszer csak egyedül marad a gondjaival, és vesz egy nagy levegőt, és olyan hangon szólal meg, hogy a darab alatt egyszer sem, csak itt. Az jutott eszembe, hogy a musicalt azt ilyen nagyon felületes, ezt most nem negatívumként mondom, inkább azt mondom, könnyed műfajként ismerjük, hogy ezért mennyire tud beleférni az, hogy tényleg azért mélysége is legyen a dolognak. Hát, ezzel azért mindenki vitatkozik, aki a szakmában. Azt, amit mondtam? Igen, az, hogy felületes. Szerintem az egyik legkomplexebb színházi műfaj, talán csak az opera az, ami nehezebb. És azért az új musicalek azért, tehát ahogy nem akarok belemenni, de mondjuk 1956 óta, amikor bemutatták a My Fair Lady-t, onnantól kezdve a nyomorultakon keresztül, tehát azok már azért már olyan tartalmas társadalmi, történelmi, társadalmi, hitbéli, Jézus Krisztus szupersztár, stb. Kérdéseket feszegetnek, amire mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy felületes. Biztos az, hogy maga a zene, az elkönnyít bizonyos dolgokat, könnyebbé tesz, befogadhatóbbá tesz, de ez nem baj. Úgyhogy ilyen a mi csoportterápiánk. Hát akkor maradjunk ennél a megfogalmazásán, hogy elkönnyít, így valóban elegánsabb. Augusztus 24-ig tart, tehát a Mézes Völgyi nyár Veresegyházon. Rengeteg jegyet lehet még, aki akar venni, mert rengeteg előadás van nektek, meg köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük tovább, és sok sikert még a hátralévőhöz. Abszolút. Meg köszönjük, hogy velünk tartottak. Ma egész héten mi várjuk Önöket. Egész héten én itt leszek például. Én is.
És remélem, hogy önök közül is mindannyian legyen szép napjuk, legyen nagyon szép, sikeres, minden jót, viszlát. Minden sikerüljön önöknek, ezt kívánom, amit elterveztek.